Nagyon nehéz mindenkinek megfelelni, ez nem is lehetséges. Arról nem is beszélve, hogy ahogy most már kirajzolódik, egyre jobban látszik, bár még csak sarokszámokat és néhány fontosabb adatot ismerünk, most vannak bizottsági üléseken az egyes részei a költségvetésnek kitéve az asztalra, és most azért nagyon komoly részletekbe is bele tudunk már merülni. Az látszik, hogy a városi költségvetés nem lesz olyan bőkezű, olyan széles, mint amilyen eddig volt. Ennek sok oka van, gondolom, hogy már sok fórumon elmondták többen is, én nem nagyon akarom az egészet újra elismételni, de tény, ami tény, hogy a kormányzati intézkedések hatására sajnos a költségvetésünkben például a helyi iparűzési adóbevétel is kevesebb lesz, ráadásul nem is tudjuk kalkulálni, hogy a márciusban életbe lépő vasárnapi boltbezárások eredményeképpen mennyi plusz újabb kiesés fog jelentkezni ezen a bevételi oldalon. A lakók ezt megérték, hiszen nagyon nagy bizalommal fordultak önökhöz, és most azt várják, hogy ha nem is teljel mézzel folyó kánaál lesz a jövőben Budaörsön, de hogy megvonás nem lesz, vagy rosszabb nem lesz, azt remélhetik, megértőek lesznek? Én nagyon bízom benne, ugyanis minden előzetes egyeztetés során a legeslegfontosabb, amit leszögeztünk mindannyian egységesen az egyesület valamennyi képviselőivel összhangban, és azt hiszem, hogy ebben a ellenzék képviselői sem fognak másképp vélekedni, hogy az elsődleges prioritás Budaörs városa számára az az, hogy a meglévő színvonalat minden körülmények között igyekszünk megtartani. Elképzelhető, hogy hatalmas látványberuházás tejelmézzel folyó kánaán jellegű épület, illetve csokiszökőkút az nyilván nem lesz. Stadion se gondolom. Stadion se, ha rajtam múlik, biztosan nem. De nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy szintén központi intézkedés nyomán a szociális juttatások egy jó része most az önkormányzatot fogja terhelni. Ez az országban nagyon sok helyen komoly színvonal csökkenéssel fog járni Budaörsön. Azon vagyunk, hogy ebből a rászorulók semmit ne érezzenek meg. Itt az egyes körzetben mi az, amiért fog a körömmel harcol? Ami számomra prioritás, és egyébként is a körzetben az első perctől kezdve az első megoldandó feladatok között szerepel, az a panoráma út rendezetlensége, ott a szilárd burkolat a mai napig nincsen befejezve. Ennek nagyon sok oka van, most ezt nem fogom elmondani. Ez egy régóta húzódó ügy, a szálakat már fölvettük, és elindítjuk a folyamatot, hogy a lehető leggyorsabban itt rendezésre kerüljön a közterület, és ilyen hely van még több is. Mikor legelőször beszéltünk, még a választások előtt, vagy közvetlen utána, és föltette ezt a kérdést, akkor azt mondtam, hogy fölvesszük a szálakat, és aztán elindulunk. Most már ezen túl vagyunk. Nagyon sok konzultációt folytattam a körzetben élőkkel, és már kirajzolódott, hogy mi az a 4-5 utca, ahol elkezdjük a folyamatokat annak érdekében, hogy egy-két éven belül kipipálhassuk és hátradőlhessünk, hogy itt is minden rendben van. Nézzük egy picit átfogóbban. Az egyes körzetről a város egészére vonatkozóan postaépület hasznosítása tekintetében milyen elképzelések vannak? Kezd körvonalazódni a postaépület hasznosításának egy olyan koncepciója, ami valószínűleg a város egészének is csak az előnyére szolgálhat. Ez egy ilyen előzetes, mint a filmeknél egy tréler, de még a részleteket nem szeretnénk elárulni, de elindult egy egyeztetési folyamat, és én nagyon bízom benne, hogy a tejelmézzel folyó kánaán helyett és a csokiszökőkút helyett tényleg tudunk adni a városnak valami újat, ami ugyan nem látványberuházás, és nem egy különlegesség, és nem egy hatalmas befektetés, de mégis olyan, aminek a város minden tagja örülhet majd. Azt hiszem a legfontosabb fejlesztés az lenne, amire már többször is utaltam, sőt a kampányban is egy központi téma volt, ez a körforgalom a Farkasréti út és a Naphegy utca, illetve a Farkasréti út és a Nefelejts utca sarkán. Én nagyon szeretném, hogy még időn megvalósulhasson ez a fejlesztés. Még ugye nem sokat látunk a költségvetésből, eléggé bizonytalanok a számok, de remélem, hogy erre lesz lehetőség. Nagyjából úgy számolunk, hogy fejlesztésekre 300 millió forinttal kevesebb lesz ez az, ami az iparűzési adóból ennyivel kevesebb tud bejönni. Emellett ugye szeretnénk azt, hogy a meglévő szolgáltatások színvonala ne csökkenjen, különösen a szociális támogatások ne csökkenjenek. És hát úgy kell, hogy végig gondoljuk a lehetőségeinket, hogy még egyáltalán nem látjuk a vasárnapi zárvatartásnak a lehetséges hatásait, illetve hogy akár a kiterjesztett útdíj milyen hatásokkal lehet hosszú távon a város gazdasági helyzetére. Ilyen körülmények között nehéz tervezni rövid középtávon. Abban biztosak vagyunk, hogy van egy hosszú távú programunk. Ezt a választási kampányban is igyekeztünk megismertetni mindenkivel, és közösek az elképzeléseink.
egy-egy körzetben mindig adódik olyan fejlődés, ami valamiért éppen ott sürgős, és nyilván tekintettel kell, hogy legyünk a többi képviselő kolléga által képviselt körzetekre is. Ebben kell, hogy egy kényes egyensúlyt megtaláljunk. Ugye az én körzetemben van a Kőhegy, ahol sajnos egyre gyakrabban fordul elő, hogy akár életveszélyes helyzetek is történhetnek, leginkább azért, mert az esővíz elvezetés ugye nincsen rendesen megoldva, illetve a pincéknek a tömedékelése. Sajnos az elmúlt napokban is leomlott egy magántámfal, ugyanakkor ezek a támfalomlások tovább terjedhetnek az egész körzetben, és több balesetet okozhatnak. Ilyen esetekben mindenféleképpen azt hiszem, hogy kötelességem az, hogy megértesse a többi képviselővel is, hogy amikor életveszélyről van szó, akkor nyilvánvalóan oda kell nyúlni, és valamilyen módon megoldást találni a problémára. Elsősorban itt, ami a körzetet érinti, és azt kell mondjam, hogy az egyik talán leginkább fejlettebb körzetről beszélünk Budaörsön. Itt a Tűzkőhegyi árkot tervezzük megcsinálni. Hozzáteszem, igazából fontos dolog, amit nagyon fontosnak tartunk most, a közlekedés struktúrájának, szerkezetének átalakítását. Ugye az autópályadíj bevezetésével megnövekedett az átmenő forgalom. Nem csak a főúton, hanem ami a körzetet is érinti, a Farkasréti úton. Tehát itt ezzel is foglalkoznunk kell, és igazából azt gondolom, hogy ez egy igen fontos és nagymérvű probléma, hogy ezt megoldjuk. Nagy valószínűséggel azt prognosztizálom, hogy ezt az emberek megértik, akikkel már beszéltem, ők megértették, hogy kérem szépen, most van egy szűkebb esztendő, ezzel kell együtt élnünk, de hozzáteszem azt, ugye hozzátettem azt is, hogy ugye a város összességében találkoznak azokkal a fejlett infrastruktúrákkal, azokkal a fejlett dolgokkal, amik a várost jellemzik. Tehát itt gondolok a magas szociális ellátásra például, amiben ugye látható, hogy a költségvetésben nem engedtünk. A német nemzetiség ügye, az szívügye képviselő úrnak, mire számíthatnak idén? Igen, mindenféleképpen ezt szem előtt tartjuk, illetve szem előtt tartjuk a költségvetésnél is, illetve szem előtt tartottuk a költségvetésnél is. Most egy igen szűkös költségvetéssel állunk szemben. Egy nagyon szűkös költségvetéssel állunk szemben, akinél mindenkinek a megértését kérjük, hogy most nem tudjuk annyira kiengedni a nadrág szíjat, hanem sőt meg kell húzzuk. Ez vonatkozik sajnos a nemzetiségi önkormányzatokra, nem csak a miénkre, az összesre. Előreláthatólag mikor kerül sor a pasióra? 2018-ban Európa-sió év lesz Budaörsön, tehát Európa-sió megrendezésre kerül Budaörsön. Ennek a költségvetésével most nem foglalkozott a testület, illetve a költségvetés erről nem rendelkezett. A 2017-es költségvetésünk fog erről rendelkezni. Addig folyamatosan egyeztetünk az érintett felekkel, tehát a hivatal, illetve az érintett, a pasió megrendezésében érintett felek. Nálunk nagyon fontos lenne ebben a ciklusban, vagy ebben az évben, most már nyugodtan mondhatom, remélem fog egész ciklus végére tolódni, a Fodros utcának a rendbetétele, illetőleg a Temesvári utcának a rendbehozatala, mert nagyon rossz állapotban vannak, de itt még a Temesvári utcában itt még először a vízművekkel kell egyeztetni, valamint ami szinte biztos, hogy megvalósul, a Kessel Csaba általános iskola előtti gyalogátkelőnek a kialakítása. Ez nagyon fontos ugye a gyerekek miatt, illetve ami szinte 100%-osan mondható, hogy meg fog valósulni, az pedig a alsó határút végének a kátyú mentesítése, mert itt tényleg hatalmas nagy kátyúk vannak, mert tényleg a közlekedést ezt már nagyon nagyban veszélyeztetik. Nyilvánvalóan vannak már olyan fejlesztések, amik több éven áthúzódnak, vagy több év óta már ugye tolódnak, ezek nyilvánvaló egyfajta prioritást élveznek, illetőleg a másik, hogy valóban a választópolgároknak a megkeresései nagyon fontosak, illetve a személyes látogatás a körzetben. Ez talán az egyik legfontosabb, mert miközben ugye megyek, közben találkozok a polgárokkal, és elmondják azt, hogy mi igények vannak. Illetve a honlapon megtalálhatóak ugye az elérhetőségeink, fogadórámban minden hónap első kedjén 5-től 6-ig a Városházán a képviselőirodában, illetve a telefonnal is éjjel-nappal rendelkezésre állok a választópolgároknak. Úgy érzem, hogy egy stabil, biztonságos költségvetést sikerült megalkotnunk, és azt nagyon köszönöm a civil szervezeteknek, elsősorban
mondhatnám a sportköröket is, hogy megértették azt, hogy idén nem tudunk ugyanannyit áldozni rá. Ezzel együtt még magasan a országban is mondhatom, hogy a legjobban támogatott civil szervezetek. Az ötös körzeten van mit fejleszteni, ugye hát a legnagyobb falat a posta. Most, hogy a postát hogy hasznosítsuk, arra 6-7 kidolgozott terv van, egyelőre forrás nincs. A forrást próbáljuk megszerezni, megtölteni szeretnénk tartalommal, hogy az egy olyan közösségi tér legyen, ahol a város kulturális igényét ki tudjuk elégíteni. Sajnos egyelőre tervezési időszakában vagyunk, ott van az egyes iskola, ahol szeretnénk még egy tornatermet építeni a meglévő mellé, mert a mindennapos testnevelés ezt megköveteli, tehát hiába van minden iskola mellett nagy tornaterem, nem tudja ellátni a funkcióját így. Természetesen vannak olyan utak, amiket rendbe kell hozni, ebből talán kevesebb van, de talán a legfontosabb a belvárosban, a belváros rehabilitációja, hiszen ugye a város legrégebbi része, és azért meg kell, hogy valljam, emberek olyan körülmények között laknak, igaz, hogy saját tulajdonokban, nem önkormányzati tulajdonban elsősorban, ami a városhoz méltatlan. A saját erejükből ezt nem fogják tudni megoldani, de hát ehhez is pályázat kell, illetve hát egy kicsit jobb gazdasági környezet. A prioritás az volt, hogy legalább, ha nagyon sokat nem is tudunk fejleszteni, de legalább úgy a közalkalmazottak bérét, úgy a szükséges tárgyi eszközöket meg tudjuk vásárolni, a költségvetés fedezetet tud rá biztosítani, és a régi adósságunk végre, ugye hát, hogy fejlesztésekről is beszéljek. A Árpád utcai iskola az, mondhatnám azt, hogy 20 éves adósságunk, azt idén úgy néz ki, hogy fel fogjuk tudni építeni, és ezzel párhuzamosan a nyugdíjas klub is. Ez a két beruházás, ami azért elég nagy volumenű mind a kettő, más városnak úgy érzem a becsületére volna, hogyha ezt egy évben tudják. Ezt konkrétan meg tudom ígérni, hogy ez meg fog történni. Aztán utána a költségvetési beszámoló után milyen pénzmaradvány lesz, és mire jut még pénz, mit tudunk fejleszteni, az jövő zenéje. Ami aktuálisan a legfontosabb és a legsürgősebb, az József Attila utca rekonstrukciója. Ez jól halad, és valószínűleg hamarosan be is fog fejeződni. Ugyanez vonatkozik a Széles utcára, ami a körzetemben van, illetve a Komáromi utca az, ami szintén fejlesztésre, illetve rekonstrukcióra vár. Ezen kívül gyakorlatilag konkrét beruházás, fejlesztés nem került szóba, pontosan a költségvetésben nem került nevesítésre, de természetesen az év folyamán, hogyha a fejlesztéseket lebontjuk, és a tartalék alap, a céltartalékból elő vesszük a feladatokat, akkor ezekre majd vissza fogunk térni. Egyetértünk avval, hogy a városnak a költségvetésében elveket szeretnénk elfogadni, és a bizonyos beruházásoknak a keret számait próbáljuk kialakítani, és avval egyetérthet mindenki, hogy egy későbbi alkalommal, ami szerintem majd a márciusi időszak lesz, akkor fogjuk kibontani ezeket a számokat, és konkrétumok akkor fognak kikerülni. Persze természetesen minden képviselőnek nagyon fontos a saját körzete, és ugye akkor, amikor a választások voltak, mindenki elment, és kellőképpen fölmérte, megkérdezte az ott lakókat, hogy mik azok a fontos teendők, mik azok a dolgok, amire szükség van, és meg kell valósítani. Próbál mindenki természetesen lobbizni a saját körzetéért. Én is ugyanezt fogom tenni a 7-es számú választókörzetére, ami gyakorlatilag Budaörsnek a lakótelepének az egyik fele. Az idei évben meg a jövő évben is nagyon fontos az, hogy a zöld területeinket olyan szinten tudjuk tartani, amit eddig tartottunk. A lakótelepi utak, járdáknak a felújítása az továbbra is folyamatban legyen. Nem kell egy év alatt megcsinálni mindent, hanem egy folyamatot kell látni ebben, hogy érezze mindenki azt, hogy azok az összeltett ígéretek azok folyamatban vannak. Mindenképpen szeretném azt elérni, hogy ebben a választókörzetben azok a elmaradt útfelújítási munkák, amik a tavalyi évben már részben elkezdtünk, azok az idén befejeződjenek, valamint a járdaépítés. És körülbelül meg kell, hogy mondjam,
ebben az évben nem is igen fog több erre területre jutni. Hosszabb távon viszont mindenképpen szeretném, hogy megvalósuljon egy új autóbusz végállomás, ami már egy régi terv. A tervek gyakorlatilag készen vannak, tehát amennyiben a költségvetés a következő években úgy néz ki, vagy évben, én remélem következő évben úgy néz ki, hogy ez megvalósulhasson, akkor természetesen ezt lakossági fórum elé visszük, megvalósítsuk. Valamint van egy óvoda, amelyre egy emelet ráépítést szeretnénk mindenképpen, de vélhetőleg ebben az évben arra sem fog sor kerülni. És még egy elég nagy falat, ez a lakótelepi közösségi ház. Tehát így globálisan azért mondom, ezek a lakótelepet érintőek, tehát nehéz szétválasztani. Nagyjából azt mondom, hogy ha ez az elkövetkezendő 3-4 évben meg tud valósulni, akkor én elégedett leszek. Mi az oka, hogy idén szűkebb a költségvetési keret? A vártnál is kevesebb iparűzési adó, ami befolyt, és hát miután most ezek a nagy cégek, ugye kereskedelmi egységek vasárnap zárva tartanak, én úgy gondolom, vagy úgy hiszem, hogy talán még kevesebb lesz ez az összeg, ami innen befolyik. Tehát nem látom rózsásan a helyzetet. Nem tudjuk, hogy mi lesz az iparűzési adónak a sorsa, hiszen akár hallani szóbeszédet olyat, hogy központosítják, és aztán megyei elosztás lesz. Tehát sok mindent lehet hallani. Egyenre mi úgy gondolkodunk, hogy ez nem fog változni. Tehát ez az egyik oldala. A másik oldala, hogy az utóbbi időben elég sok intézményünk épült, és ennek az intézményeknek ugye van egy fenntartási költsége, ami szintén megemeli. És miután a testületnek az egy feltett szándéka, hogy mi a intézmények színvonalából nem óhajtunk engedni, ezért ugye ez a mérleg egy kicsit megbillent, de én úgy gondolom, hogy ha kicsit kisebb fejlesztésekkel is, de azért ebben az évben is lesznek fejlesztések. Kettőt például mondanék, ami nagyjából biztos vagyok benne, hogy megvalósul. Az egyik az Árpád utcai iskola, ugye, és akkor ehhez szorosan hozzá tartozik a nyugdíjas klub háznak a megépítése. Ez a kettő nagyjából ma úgy néz ki a költségvetés szerint, hogy olyan 200-400 millió körüli összeg, ha esetleg több lesz, azt szerintem még a város el tudja viselni. Tehát nagyjából azt mondom, hogy ennyi, ami ebben nagy beruházás várható ebben az évben. Fejlesztések egy jó része az előző ciklusban megvalósult, az utak szilárd burkolattal való ellátása, az autóbusz közlekedés bevezetése, úgyhogy a 9-es körzetben komolyabb volumenű beruházást úgy gondolom, hogy ebben az évben nem tervezünk. Befejeződött ugye miután ez egy eléggé szórt választókörzet, az Ifjúság utca és a lakótelep által határolt területen befejeződött a szabadidőpark felújítása, átépítése. Hál' Istennek az ott lakók örömére a második lépcsőt ugye egyelőre nem valósítja meg a város, és ha igen, akkor is csak az ott lakókkal való konzultálás után. Tehát a 9-es választókörzetben egyelőre nagyobb beruházást nem tervez a város, és amit az előző kérdésnél nem mondtam el, ugye ott van a Csiki pihenőpark, amivel azért foglalkozni fogunk, ha nem is feltétlenül most ebben az évben, de napirenden van a Csiki pihenőpark rekonstrukciója, átépítése. Szeretnénk megoldani a lőtér problémáját, de ezek nem annyira anyagi, mint inkább részben jogi, részben személyes procedúrák, ügyek, amiket végig kell majd vinnünk. Azt gondolom, hogy a csatornarendszer és a hegyi utak, illetve a kőhegy közlekedésének, illetve csatornázásának a megoldása az rendkívül fontos dolog, és ez összbudaörsi érdek, ha lehet így mondani. Úgyhogy én mindenképpen amellett leszek, hogy ezek a már halaszthatatlan beruházások kapjanak prioritást. Mindenki nyilvánvaló igyekszik a saját választókerületét ben lévő beruházásokat preferálni, de én azt gondolom, hogy ez egy olyan társaság, amelyik tud értelmesen vitatkozni, meg tudja egymást győzni, és az érvek hatására az vissza tud lépni, akit az érvekkel meggyőztek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden olyan beruházás egyetértéssel fog megvalósulni, amit a város tervez. Ami az első és legfontosabb, az, amiről nyáron is beszéltünk, a felszíni vízelvezetés Kamaraerdőben,
és hát úgy néz ki, hogy a Kamarerdei út problémája az talán az idén meg is oldódik. Az első lépése az éppen most készül, a Patakpart járnásák a záporvíztározót. Ha ez megvan, akkor következhet a második lépés, föl a Kismartoni utcáig betenni a csapadékvizet, csapadékvízvezetéket az útest alá. Mi a helyzet a rádióval? Rádió működik. Hát sajnos a költségvetés az olyan, amilyen. Ott is egy kicsit nadrágszíj meghúzásra került sor, mint az egész városban sajnos. De én azt gondolom, hogy a színvonalat ez nem nagyon fogja befolyásolni. Hát esetleg a technikai eszközök cseréje elmaradván egy kicsit a minőség az csorbát fog szenvedni, mondjuk így.